Két hét kemény küzdelem. Indulás előtt beszélgettünk a Mikolis testvérekkel, akiknek úti céljuk Afrika. Maga a verseny ötlete az nem konkrétan az én fejemből pattant ki, hanem van egy Szarka Szabolcs nevezett barátom, aki az egyik reggeli rádió műsorban hallotta, hogy éppen promózták az akkor induló versenyt, ami két évvel ezelőtt volt októberben, és ő dobta fel az ötletet, hogy hát ide elmennénk. És mondtam, hogy komolyan gondolom, tehát nekem ez nem probléma. És a kis baráti társaságunkból egyedül maradtam, mert mindenkinek más problémája volt. Tehát vagy családjog miatt nem tudott eljönni, anyagiakok miatt, vagy a munkahelye nem engedte el. És a végén megijedtem, hogy hát én elkezdtem szervezni, jelentkeztem, és egyedül maradtam. És akkor jött az Oli bátyám, aki azt mondta, hogy kérés nélkül, tehát már tudta, hogy miben szervezkedek, és mondta, hogy eljön velem, tehát nem is kellett kérdezni. És hát így állt össze a kis csapatunk, és kezdtük el a szervezkedést. Az autó adott volt, mert éppen volt a tulajdonomban egy ilyen Jeep Cherokee terepjáró, amit azért vettem meg, mert túl jó állapotban volt, és nagyon tetszett nekem. Úgyhogy a csapat adott volt, az autó adott volt. A támogatás a barátok részéről megvolt, hiszen jelenlévő polgárkisú barátom azonnal benne volt a buliban, mint mindig. És elkezdtük a felkészülést. Elkezdtük az autót felkészíteni, elkezdtük megszervezni a kint tartózkodásunkat, védőoltásokat adtunk be magunknak, ugye egy trópusi országban megyünk, ezért elég sok olyan betegség van, ami veszélyes lehet az európai szervezetre nézve, illetve meglepő módon nem csak ezért volt javasolt a védőoltás, van olyan országon kötelező például a sárgaláz elleni oltás, és furcsa módon nem azért, hogy mi ne kapjuk el, hanem hogy mi ne vigyük be, mert ennyire félnek tőle. Úgyhogy ezzel telt a nyár, az autó átalakításával, az alkatrészek, a szerszámok összeszedésével, teszteléssel. Részt vettünk egy tesztversenyen, Balaton offroad csapat keretén belül szerveztek egy ilyen 140 kilométeres versenyt, fele éjszaka, fele nappal. Ez egy tájékozódási verseny volt, ahol... Kipróbáltuk a navigációt. Igen. Úgyhogy most 10 szerint kell csinálni. Te okay. 10-szer, 100. Körülbelül. 8200 km el levettünk holnaptól, amit le kell vezetnünk, és ez is tájékozódási, tehát a versenyszervezője rendelkezésükre bocsátott egy offline térképet, amiben vannak GPS koordináták, amiket javasolnak, de a konkrét táborhelyeket azt minden nap reggel 6 órakor bocsátják a rendelkezésünkre, és onnantól fogva a mi feladatunk az, hogy megtervezzük, hogy A-ból B-be hogy jutunk el. A legendás Dakar Rally egyetlen szellemi örököst hagyott maga után. A Budapest-Bamako, a sivatagi rallik lányát viszi tovább Afrikában. A rajt nem Párizs, hanem Budapest. A cél pedig mindig egy más, nyugati, afrikai főváros. A költségek elviselhetőbbek, a szabályok kötetlenebbek, de a kaland és a kihívás változatlan. Itt a verseny szlogenje az, hogy mi csak a lehetőséget adjuk meg, de a versenyzőké a megoldás. Tehát, hogy ha nagyon muszáj, akkor tudunk segítséget hívni, orvosi segítséget, de az is korlátozva van, hogy milyen esetben. Tehát azért, mert fáj a derekam, vagy küszöntettem kettőt, senki nem fog jönni segíteni, de ha súlyos balesetet szenvedtem, akkor van orvosi csapat kíséret a verseny során, tehát oda tudnak jönni, ha csak nem nagyon elszakadtunk a mezőnytől. De műszaki mentésre nincs lehetőség, tehát azt mind nekünk kell megoldani. Illetve mivel, hogy ezt a versenyt már 18. alkalommal rendezik meg, és híre van Afrikában, és nagyon várják a versenyt, erre szakosodtak helyi szerelők is. Tehát van egy Facebook csoportunk, a bamakosodtak, akik indulunk, és ott már jelennek meg az afrikai szervizek, hogyha az ő városukban járunk, akkor őket keressük meg, mert nagyon szívesen keresnek egy kis pénzt. A Budapest-Bamako egy veszélyes, minimál, asszisztenciás kaland és tájékozódási verseny. A B2 nem vasárnapi autózás a Pilisben vagy piknik a Városligetben. Itt nincsenek mentőhelikopterek, begyűjtő teherautók, idegenvezetők, animátorok vagy tolmácsok. Mindenki a talpra esettségére, a szerencséjére és a felkészültségére számíthat. A Bamakon egy dolog biztos, minden bizonytalan. A európai szakaszon még lesz szállásunk, tehát ott még próbálunk szállást bérelnünk. Első a célunk az úgy néz, hogy Verona, és ott már van szállásunk.
majd onnan meglátjuk, hogy meddig jutunk el. És Marokkótól lefele a Nyugat-Szaharába és majd a lenti szállás, a táborhelyeken ott már sátorozás lesz tehát. Az autó tetején lévő doboz, az kemping felszereléssel van tele, mint sátor, gumimatrac, hálózsák, moszkítóháló, szúnyogoktól nagyon tartunk és nagyon sok mindennek készültünk ellenük. Többek között oltással, szúnyogírtóval, szúnyoghálóval, pálinkával. A 2024-es futamra már minden hely nagyon korán betelt. A nevezés 10 nap alatt lezárult.